60 millió adag Johnson & Johnson vakcina visszatartását kéri az amerikai gyógyszerfelügyelet. A The New York Times értesülései szerint az oltóanyagokat abban a baltimori gyárban állították elő, ahol márciusban fedezték fel, hogy a munkások az AstraZeneca gyártásához használt összetevőt kevertek a Johnson & Johnson egy dózisú vakcinájához. A gyógyszerfelügyelet további 10 millió adag más tételben szereplő vakcina kiszállítását várhatóan engedélyezi majd, de azzal a figyelmeztetéssel, hogy nem tudják szavatolni, hogy a szóban forgó gyárat üzemeltető Emergent Biosolutions cég betartotta a megfelelő gyártási előírásokat.